Köszöntök mindenkit, itt Fekete Róbert. Bizonyos informatikai alapfogalmak ismerete és megértése elemi fontosságú, ha programozással szeretnénk foglalkozni. Ebben a videóban az algoritmusokról és a programozás alapelemeiről lesz szó. A cél ezúttal is egy közös nyelv kialakítása. Ha a videóban lévő magyarázatokat kevésnek érzed, bátran keres rájuk a neten, rengeteg megértés segítő anyagot fogsz találni. A legegyszerűbb dolog, amelyet kódolás során mondhatunk a számítógépnek, az utasítás. Ha több utasítást alkalmazunk egymás után, akkor már egy úgynevezett algoritmusról beszélünk. Az algoritmus véges számú utasítást tartalmaz, amelyet előre meghatározott sorrendben vagy módszer alapján végrehajt. Eközben pedig egy kezdeti állapotból egy végállapotba kerül. Olyan utasításokat képzelhetünk el, mint például olvasd be két számot a felhasználótól, majd add össze őket, végül írd ki az eredményt a képernyőre. Egy számítógépes program gyakorlatilag olyan algoritmus, amelynek minden elemi, tehát további részekre nem bontható utasításai a gép számára értelmezhetők és végrehajthatók. A programozás kódolás során három alapvető szerkezetet használunk, amelyekből az algoritmusainkat felépítjük. Ezek a szekvencia, a szelekció és az iteráció, vagyis más néven a sorozat, az elágazás és a ciklus. A szekvencia vagy utasítás sorozat a legegyszerűbb fogalom. Ez csupán annyit jelent, hogy az egymás után begépelt utasításokat a programvezérlés egymás után fogja végrehajtani. Ha ezt a szerkezetet úgynevezett pseudokóddal szeretnénk kifejezni, akkor egyszerűen egymás után le kell írni az utasításokat. A pseudokód alatt egy olyan leírásmódot értünk, amellyel emberi nyelven tudjuk megfogalmazni az algoritmusainkat. Például a csak szekvenciát tartalmazó macska etetés algoritmusa a következő lenne. Kinyitom a szekrényt, előveszem a macskának szánt eledelt, kijöntöm az etetőtálba, visszarakom a maradékot a szekrénybe. Látható, hogy ezek az utasítások nem teljesen mondhatók elemi utasításoknak, mert ha jól belegondolunk, tovább bonthatók elemi részekre. Ezek úgynevezett magas szintű vagy összetett utasítások, amelyek a magas szintű programozási nyelvekre jellemzőek. Ha egy még magasabb szintű nyelven szeretnénk ugyanezt leírni, akkor talán elég lenne egyetlen összetett utasítás is, amely úgy szólna, hogy etesd meg a macskát. Ha viszont egy gépközelibb, alacsonyabb szintű nyelven próbálkozunk, akkor az imént használt összetett utasításainkat meg kell magyaráznunk a gépnek, hogy végre tudja hajtani azokat. Esetenként olyan részletességig taglalva a folyamatot, hogy oda megyek a szekrényhez, kinyitom az ajtót, kiveszek egy macskaledel tartalmazó dobozt, kinyitom a dobozt, becsukom a szekrény, ajtót és így tovább. Egy gépi nyelven, tehát a processzor nyelvén írt algoritmus gyakorlatilag a testrészei mozgását, sőt a művelet közbeni levegővételek pontos időpontját és intenzitását külön-külön tartalmazná. Ha ezt a szekvenciát szemléletesebb formában szeretnénk ábrázolni, akkor használhatunk blokkdiagramot is. Ekkor berajzoljuk a programunk belépési és kilépési pontjait, tovább az egyes összetett utasításokat. Az egyes elemek közötti nyilak jelentik a futás és egyben az információ irányát. Az elágazás vagy szelekció is rendkívül egyszerű fogalom. Csupán arra van szó, hogy az algoritmus futása közben felteszünk egy kérdést, és a választól függően haladunk tovább. Az előbbi példánál maradva ez a következőképpen néz neki. Kinyitom a szekrényajtót, megnézem, hogy van-e macska elede, ha van, akkor kiveszem és megethetem a macskát, ha nincs, akkor elmegyek a boltba és veszek néhányat. Az algoritmusunkban ekkor egy logikai vizsgálat történik, miszerint van vagy nincs macska elede a szekrényben. Amennyiben a válasz igen, akkor folytatjuk a további szekvenciát, ha viszont a válasz nem, akkor megszakítjuk az eredeti tervet, és máshogy folytatjuk az utat. Ha a vizsgálatnak több különböző kimenetele lehetséges, akkor használhatunk több szálú elágazást is. Ha mondjuk kinyitjuk az egyik szekrényajtót, és ott nem volt konzerv, akkor a másik szekrényajtóval próbálkozunk, ha ott sem volt, akkor további ajtó mögött keresgélünk. Ha végül ott sem volt konzerv, akkor elmegyünk a boltba. Ebben az esetben a vezérlést végig fog lépkedni az egyes eseteken, vagyis ajtókon, szekrényajtókon, és csak akkor megy tovább a következő ajtó vizsgálatára, ha az előző vizsgálat logikai eredménye nem volt. Tehát ha nem találtunk macskaeredet az adott ajtó mögött. Ha például az előszobában 20 szekrényajtó van, amit át kellene kutatni, akkor érdemesebb egyszerűsítenünk. Használjunk egy ciklust, vagy más néven iterációt, amely egy adott összetett utasítást fog megismételni egy előre meghatározott számban, vagy egy feltétel teljesüléséig. Azt mondhatjuk tehát, hogy addig nyitogatjuk sorban a szekrényajtókat, amíg nem találunk az egyikben macskaledelt. Ha megtaláltuk az egyikben, akkor abba hagyjuk a ciklust, és nem vizsgálódunk tovább. A ciklusoknál általában megkülönböztetünk elől- és hátul tesztelő ciklusokat. A hátul tesztelő ciklus azt jelenti,
hogy előbb ki kell nyitnom a szekrény ajtót, hogy belelássak és megvizsgálhassam egyáltalán a tartalmát, előbb belenézek és azután tesztelem, hogy benne van-e a konzerv. Előtesztő ciklussal ezt a feladatot nem lehetne megoldani, hiszen amíg nem nyitom ki a szekrény ajtót, addig hogyan is vizsgálhatnám meg a tartalmát? Az előtesztő ciklust egy másik feladatra tudjuk használni. Tegyük fel, hogy megtaláltuk a macska ledelt és a macska tájába szeretnénk kanalazni. Ekkor a ciklusunk addig fog futni, amíg megfelelő mennyiségű eledel lesz a tárban. Tehát itt az első lépés lehet egy vizsgálat, hogy már elegendő-e az eddig kiszedett eledel. Mivel még üres a tál, ezért a logikai vizsgálat eredménye nemleges lesz, ezért a ciklus elkezdi a futását, és szedünk egy kanállal a tálba. Ezt a vizsgálatot és szedési műveletet ismételgetjük a feltétel teljesüléséig, majd a ciklus futása leáll. Összességében tehát megfogalmazhatjuk, hogy akkor használunk előtesztelő ciklust, ha logikai vizsgálatunkhoz szükséges információk már rendelkezésre állnak. Tehát ha egyáltalán van mit vizsgálnunk. Ha el kell végeznünk egy tevékenységet a logikai vizsgálat előtt, akkor csak hátultesztelő ciklust fogunk tudni használni. A szekvencia, szelekció és iteráció segítségével elméletileg minden algoritmus megvalósítható. Ezt nevezzük struktúrált programozásnak. Ezúttal az algoritmusokról és a programozás alapelemeiről beszéltünk. Remélem minden érthető és követhető volt. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozz fel csatornánkra, és ha szeretnél programozói karriert, látogass el weboldalunkra.